Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió hétfői híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Nívós elismerés, az év honlapja külön díjat kapott Sopron és a Fertőtáj turisztikai weboldala. Téli útviszonyok, fokozott óvatosságra inti a katasztrófavédelem a lakosságot. És kullancs elleni védőoltás, télen fertőzésveszélymentes időszakban érdemes beadatni. Az év honlapja díjjal ismerte el a Magyar Marketing Szövetség a Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. Megújult weboldalát. A díjat hétfőn adták át a Szent György utcai Turinform irodában. 2020. novemberében újult meg a Sopron Régió honlapja, melyet rögtön próbára is tettek a Magyar Marketing Szövetség pályázatán. A siker nem maradt el. Az év honlapja külön díjat érdemelte ki a megújult soproni internetes felület. Tavaly novemberben vált élessé az új weboldalunk, és ezt azonnal próbára is tettük, ugyanis neveztünk az év honlapja pályázatra. Az utolsó utáni pillanatban épp hogy csak lezárták a nevezést, és ezért külön örülünk annak, hogy mégiscsak megkaphattuk ezt a díjat, és nekünk ítélte oda a zsűri. Azért tartottuk fontosnak, hogy ez a honlap minél előbb elkészüljön, mert nagyon várjuk már, hogy végre újra éledjen a turisztika, és az ide látogató vendégek, érdeklődők már az indulásukat megelőzően tájékozódhassanak a weboldalunkon a régió és a város lehetőségeiről. Nagyon sok újdonságot is tartalmaz ez a honlap. Már eleve tudnak jelentkezni a felkínált programokra, idegenvezetésekre, és számos érdekesség is megtalálható a felületen, ami nem csak azoknak lehet érdekes, akik ide szeretnének látogatni, vagy még csak tervezik, hogy meglátogatják a várost, hanem azoknak is újdonságot jelentett, akik már voltak itt nálunk. A díjátadás Sopronban szűk körben tartották meg a járványügyi helyzetre való tekintettel. Dr. Farkas Ciprián is gratulált az elismeréshez, a polgármester kiemelte, a díjnyertes honlap példamutató módon irányítja rá a figyelmet Sopron turisztikai értékeire. Egy visszaigazolás annak a munkának, amit mi Sopronban végzünk minden nap. Tehát várjuk ennek az időszaknak a végét, amikor újraindulhat az élet, és amikor újra turisták fogják ellepni a belvárosunkat, meg Sopron környékét, hiszen egy olyan vidékén élünk ennek az országnak, ahova érdemes eljönni. És most már komfortosan lehet eljönni Sopronba, hiszen az M85-ös autót a december 16-án átadtuk a forgalomnak, és lesz is miért eljönni Sopronba, hiszen túl azon, hogy van egy gyönyörű városunk és egy gyönyörű környezete, ott hamarosan kezdetét veszi a fertőparti beruházás, amely egy óriási szabadidőparkot fog létrehozni a magyar fertőpart szakaszon, minden környezetvédelmi és nemzetközi egyezmény és előírás betartása mellett. Tehát el lehet hozzánk jönni, és lesz miért eljönni hozzánk, már most is van. Ez a mai elismerés pedig azért is különösen fontos, mert azt is mutatja, hogy a részletekbe menően is ügyelünk a kívánalmaknak való megfelelésnek, hiszen egy új honlap várja a tájékozódni vágyókat, és hogyha a turisták megindulnak, akkor aktuális információk felől is tudnak érdeklődni ezen a honlapon. Tehát mi készen állunk, és várjuk őket. Az új weboldalon hónapokig dolgoztak a turisztikai központ munkatársai. Így születhetett meg a modern, átlátható, letisztult és felhasználóbarát felület, ahol minden érdeklődő korosztálytól függetlenül megtalálhatja a számára érdekes program lehetőségeket. A télies időjárási viszonyok a közlekedés során mindenki számára rejtegetnek veszélyeket. A megváltozott körülmények miatt fokozott óvatosságra és a közlekedési szabályok betartására kéri a katasztrófavédelem a lakosságot. A balesetek elkerülése érdekében fontos, hogy csak kifogástalan műszaki állapotú gépjárművel induljanak útnak a vezetők. A héten gyakrabban fagypont alatt maradhat a hőmérséklet, több helyen köd is előfordulhat. A hó, a havas eső és az ónos eső számtalan veszélyt rejteget a közlekedők számára. Hogyha elindulunk a téli időszakban, akkor mindenképpen egy jól felkészített gépjárművel, teletankkal, megfelelő guminyomással és megfelelő műszaki állapotban lévő gépjárművel induljunk útnak. Hogyha nagyon hosszú útra indulunk, akkor mindenféleképpen vigyünk magunkkal mobiltelefontöltőt, amit az autóba is tudunk használni, illetve némi élelmet, meleg italt, nem tudhatjuk, hogy mi vár ránk az útnak a végén. Nagyon fontos dolognak tartjuk azt, hogy tájékozódjunk az útviszonyokkal kapcsolatosan,
nem csak a közvetlen környezetünkben, hanem akár az egész úti célig. A mostani internetes felületeken számos helyen tudunk arról információt kapni, hogy milyen útviszonyokkal, illetve milyen időjárási viszonyokkal találkozunk. A szakember hangsúlyozta, a járművezetők mindig az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően vezessék gépjárműveiket. A balesetek megelőzése érdekében fontos, hogy a közlekedők elindulás előtt megtisztítsák az autójukat a jégtől, a párától, hogy a kilátás minden irányban biztosított legyen. Amennyiben az utazás során balesetet észlelünk, vagy elakadt járművekkel találkozunk, mindenféleképpen kérünk segítséget a 112-es segélykérőszámon. Nagyon fontos dolog, hogy pontos helyszínt tudjunk számukra megmondani. Erre gyakorlatilag segítséget ad az utak mellett lévő kilométer jelzések, illetve kilométer megnevezések. Ez főként a mostanában átadott M85-ös főút vonatkozásában is fontos, hogy pontosan tudjuk, hogy melyik útszakaszon történt esetlegesen a baleset, hogy a kollégák minél gyorsabban ki tudjanak érni a helyszínre. A balesetek elkerülése érdekében célszerű nagyobb követési távolságot tartva csökkentett sebességgel közlekedni. Az aktuális balesetekről és az időjárási viszonyokról a Vész applikáción keresztül is tájékozódhatnak a közlekedők. Sopronban is elkezdődött a hétvégén a védőoltások beadása a nagy létszámú idős otthonok lakói és dolgozói számára. Az oltási tervnek megfelelően elsőként a Balfi utcai idősek otthonában lakók és dolgozók kapták meg a Pfizer-BioNTech vakcinából készült koronavírus elleni védőoltást, és az IKVA nyugdíjas otthonban is megtörtént az igényfelmérés. Ez kiemelten fontos, hiszen a koronavírus fertőzés különösen veszélyes az idősekre és a zárt közösségekre, olvasható a Soproni Szociális Intézmény Facebook oldalán. A kullancsok már nem csak az erdőkben, hanem a városok zöld területein, parkokban is megjelentek. Az általuk terjesztett betegség elleni védőoltást célszerű a kullancsok tavaszi aktivitása előtt, azaz télen, fertőzés veszélymentes időszakban elvégezni vagy megkezdeni. A védőoltásokat kullancs elleni oltásnak is szokták nevezni, de az elnevezés nem helytálló, mert a vakcina nem a vérszívókkal szemben ad védettséget, hanem a kullancsok által okozott bizonyos típusú megbetegedés ellen. Kullancsok nagyon sokféle megbetegedést okozhatnak. Ugye okozhatják a Lyme-kort, ami ellen Magyarországon nincsen védőoltás, okozhatnak babeziózist, ami jelenleg inkább állatokon figyelhető meg, és okozhat a kullancsok által terjesztett vírusos megbetegedést, a kullancs enkefalitiszt. A kullancs enkefalitisz ellen van védőoltás, ami egy nagyon jó oltásnak számító oltás. Rendkívül régen használják, 1970-es években kezdték vele oltani az embereket. Nagyon jó tapasztalatok vannak vele. Az emberek többsége általában tavasz, nyár környékén kéri a védőoltást, azonban a szakember hangsúlyozza, célszerű idejében még télen megkezdeni az oltássort, hogy a szezonra már védettekké váljunk. Az alapimmunizálás az 3 oltásból áll. Adunk egy oltást nulla napon, utána 1 hónap múlva van a következő oltás, és ezért mondjuk azt, hogy január-februárban célszerű oltani, mert az első 2 oltás szükséges ahhoz, hogy valamiféle immunválasz kialakuljon. Tehát egy oltás után még nem alakul ki érdemi védettség, és 1 hónapnak kell eltenni az első oltás és a második oltás között. És a második oltás után 14 nappal alakul ki az immunválasz, és ennek a teljes kompletté válásához szükséges az, hogy 1 éven belül adjuk a 3. védőoltást, és a 3. védőoltás után 3 év múlva adjuk az első emlékeztető védőoltást. A vérszívók által terjesztett egyéb betegségekre Magyarországon még nincsen védőoltás, ezért is fontos, amennyiben zöld területen kirándulunk, zárt ruházatban induljunk útnak, hazaérve mindig ellenőrizzük magunkat. A Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei területi szervezete díjjal jutalmazta a Soproni Gyógyközpont munkatársait. Az elismerést Horváth Orsolya, a belgyógyászat gastroenterológia osztály osztályvezető főnövére, és Németh Ildikó, a központi anesteziológiai és intenzív terápiás osztály diplomás ápolója kapta meg. A díjat 2019 óta adja át a Magyar Orvosi Kamara, amellyel azoknak a szakdolgozóknak kívánnak köszönetet mondani, akik kiemelkedő szakmai tudással, példaértékű hivatástudattal végzik a munkájukat.
Mészáros Márk soproni fotós nyerte a Magyarország 365 fotópályázatának természet és táj kategóriáját. Séta a Marson elnevezésű képét az ötfős zsűri 28 ezer kép között találta a legjobbnak. Mészáros Márk nem csak fotózással, hanem videózással is foglalkozik szabad és munkaidejében egyaránt. A versenyre testvére biztatására jelentkezett. A mindössze 26 esztendős szakember 2018 óta foglalkozik szakmájával. A nyertes fotó érdekes körülmények között született, mondta el az ifjú fotográfus Mozaik című műsorunkban. Ez Gánton készült, Séta a Marson címet kapta. Ez a Mars, ez igazából a narancsárga bauxit föld miatt. Mm-hmm. Egyszerűen tényleg olyan káprázatos ott lenni, hogy mint egy másik bolygón sétálnánk. Ugye a kép az nem volt így előre megtervezett, hogy én ezt a képet meg akarom csinálni. Ahogy ment le a nap és drónoztam, akkor vettem észre, hogy mennyire jól néznek ki az árnyékaink, és akkor szóltam a páromnak, hogy gyors jöjjön, mert mindjárt lemegy a nap, és ezt a képet még szeretném megcsinálni. És akkor igazából így született meg, hogy ahogy alulról, ahogy ment le a nap, az árnyékunkat ilyen nagyba rajzolta ki a képen, és ez látható. Számomra azt jelenti, hogy mindig utólag merengek el egyébként a képeken, tehát az adott pillanatban nem gondolom, hogy most mit akarok ezzel üzenni. Számomra azt jelenti, hogy sose tudhatjuk, hogy mi fog történni. Az árnyékunk a nagy bizonytalan jövő, amifelé szép lassan sétálunk jelen esetben. Az interjút a sopronmedia.hu weboldalon lehet megtekinteni. Sopron adott otthont a hétvégi regionális utánpótlás íjász edzésnek. Az Alpokalja Íjász Sportegyesület önkormányzat által biztosított edzőtermében a járványügyi előírások betartása mellett fejlődhettek a régió legtehetségesebb ifjú íjászai. A jövő íjász bajnokai edzetek vasárnap Sopronban. A havi egy alkalommal megrendezett regionális utánpótlás íjász edzésen a legtehetségesebb dunántúli versenyzők csiszolhatják tudásukat, technikájukat a számos bajnoki címmel rendelkező Ludvány Péter regionális utánpótlás edző irányításával. Az edzéseknek mindig más íjász egyesület a házigazdája, az egy évvel ezelőtt alakult soproni Alpokalja íjászese már másodszor adott otthont a regionális edzésnek. Először is nagyon szeretném megköszönni az egyesületnek, hogy itt lehetünk. Ez egy nagyon nagy dolog, hogy eljöhettünk ide. Ez mindig máshol van. Most már Sopronban, ebbe az évben a második edzést tartjuk itt. Voltunk a Sárváron, illetve voltunk Győrújbarátban. Eddig ezek a helyek voltak. Most ismétlem Sopronban már másodjára jöhettünk, ami egy hatalmas lehetőség. Ez egy jó egyesület, de hát már is nagyon sok olyan versenyző van benne, akik megérdemlik a figyelmet. A soproni Magyar Balázs, többszörös országos bajnok, nem először vesz részt régiós edzésen, úgy érzi, felkészülésében sokat segít ez a lehetőség. Lehetőséget ad arra, hogy egy másik edzővel dolgozhassak, aki mondjuk olyan dolgokat vesz észre, amiket például mi nem, és amiket mond, arra tudjak figyelni, és lehető legjobban tudjam ezeket a technikákat elsajátítani. A regionális edzés igazi motivációt nyújt a kezdőversenyzőknek is. Rádúj Preiner Fruzsina fél éve fogott először íjat a kezébe, teljesen elvarázsolta ez a sportág. Nagyon szeretem ezt a sportot, nagyon jó a közösség, sokat segített a koncentrációban, jobban tudok odafigyelni dolgokra, jobban tudok az iskolában kizárni olyan dolgokat, a tanulásra is sokkal jobban tudok figyelni. A vasárnapi regionális utánpótlás edzésen nagy hangsúlyt fektettek a járványügyi előírások betartására. Közelednek a fagyos éjszakák, az időjárásról további részleteket híradónk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunk következik, amelyben egy ifjú színész tehetséget, Pócsi Csengét ismerhetik meg, majd Hajrá Sopron című magazinunkat láthatják. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió hétfői híradóját látták. További híreinket megtalálják a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Kedden délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a nyugati határnál havas eső, hó is hullhat. Délután -1, +4 fok várható. Szerdán feltámad az északnyugati szél, többfelé erős, viharos lökések is lehetnek. Nappal -1, +5 fok között alakulnak a maximumok. Csütörtökön többfelé előfordulhat havazás, hózápor.
A kis és szeles időben -2 és +4 fok között alakul a nappali hőmérséklet.